Augusztus 1-től egyes kategóriákban 20%-kal, kiemelt szabálysértéseknél duplájára emelkednek a kiszabható bírságok közlekedési szabálytalanságok esetén. Ilyen például a megállás szabályainak a be nem tartása, aztán az előzés szabályainak a be nem tartása, a záróvonalon való áthaladásnak a szabálya, és számos olyan baleseti tényező, ami például a kanyarodás szabályainak a megszegése, illetve az elsőbbség szabályainak a megszegése, amelyek esetén a jogalkotó úgy gondolta, hogy talán ezzel riasztja vissza a szabálysértést elkövetőit, hogy megduplázta a bírságnak az összegét. Aki kétkerekű segédmotoros kerékpáron bukósisak nélkül közlekedik, az korábban 13 ezer, most pedig 26 ezer forintra lesz büntethető. Hasonló mértékben szigorítanak a mobiltelefon használat büntetésén is. Aminek a bírság összege ez idáig 13 ezer forint volt helyszínen, azt 26 ezer forintra emelte. Ugyanebbe a kategóriába sorolható, tehát 13 ezer forintról 26 ezer forintos bírságot fognak kiszabni augusztus 1-ét követően a helyszínen kollégáim azoknak, akik nem megfelelően kanyarodnak be, illetve elmulasztják az irányjelzést, akár a körforgalomban, akár egy bekanyarodás alkalmával. A KRESZ szabályai szerint, akinek a kezében mobiltelefon van, az már ezzel szabálysértést követel. Tehát nem feltétlenül kell a fülhöz tartani, nem feltétlenül kell telefonálni. Ha már a kezünkben van a telefon, az már szabálysértést von maga után, hiszen elvonja a járművezetőnek a figyelmét a vezetéstől, tehát nem feltétlenül kell SMS-t írni, nem feltétlenül kell Facebookozni vagy mobiltelefonálni, ha már a járművezető kezében van a telefon és az bizonyítható, akkor már akár helyszínen 26 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak augusztus 1-től. Változik a mozgást korlátozott parkolók szabálytalan használatának büntetési mértéke is, amelynek a helyszíni bírság összege 65 ezer forint. Ez változatlan marad, azonban, hogyha valaki ezt nem ismeri el, hogy ő ott parkolt, vagy pedig kollégáim, vagy a közterület felügyelő munkatársai lefotózzák, és ez később a szabálysértési hatósághoz kerül ez az ügy, akkor kollégáimnak 156 ezer forint bírságot kell augusztus 1-től kiszabni annak, aki a mozgáskorlátozott parkoló helyet nem jogszerűen használja, vagy pedig úgy áll oda, hogy arra nincsen jogosultsága. Továbbá augusztustól 33 ezer helyett 39 ezer 600 forintra bírságolják meg majd azt, aki egy másik ittas személynek átengedi a kormányt.